Vándorlóra város önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket, házi orvosokat, gyermekorvosokat, fogorvosokat, ápolókat és asszisztenseket, az egészségügy dolgozóit a Magyar Egészségügy Napja alkalmából rendezett ünnepségünkön. Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Horváth Zoltán városunk polgármesterét, Simon Zoltán alpolgármestert, a képviselőtestület megjelent tagjait és intézményvezetőket, dr. Nagy Nándor jegyzőt. A Magyar Egészségügy Napját, vagy más néven Semmelweis napot 1992 óta minden év július 1-én ünnepeljük. 1818-ban, ezen a napon Budán, a Tabánban született Semmelweis Ignác, magyar orvos, az anyák megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekházi láz leküzdésében. Azokat a hősöket ünnepeljük ilyenkor, akik mellettünk állnak, ápolnak, gondoznak, meggyógyítanak, életet mentenek, amikor a legkiszolgáltatottabbak vagyunk. Soha el nem múló hálával gondolunk Önökre, hiszen egészségünk megőrzéséért, életünk megmentéséért dolgoznak hét-nappal látéve fáradhatatlanul. Ezen gondolatok mentén tisztelettel felkérem Horváth Zoltánt, Hajdúdorogváros polgármesterét köszöntő gondolatainak tolmácsolására. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet Semmelweis nap alkalmából megrendezett ünnepségünkön. Tanult kollégám már elmondta, hogy minek apropóján is július 1-én ünnepeljük az egészségügyi dolgozókat. Én inkább más oldalról szeretném ezt megközelíteni, ezt a dolgot. Alapvetően a köszönet szavai azok, amelyeknek el kellene hangozniuk egy ilyen alkalommal, és ezt próbálom tolmácsolni Önök felé, egészségügyi dolgozók felé, illetőleg az a mozzanat, ami ennek az összejövetelnek a része is lesz, a címzetes főorvosi címet igazoló dokumentumoknak az átadása, azt gondolom az is a köszönet jele, mind a város vezetése oldaláról, mind azt gondolom a város vezetésén keresztül Hajdúdorogváros közösségének oldaláról is. Az egyik legfontosabb dolog az életben az egészség. Azt gondolom, hogy ezzel mindnyájan tisztában vagyunk. És akkor döbbenünk rá erre, amikor valami probléma következik az egészségünkben. Természetesnek tartjuk azt az állapotot, hogy egészségesek vagyunk. És ezzel együtt az emberi természetből fakadóan egyfajta természetes dolog az, hogy Önök vannak nekünk, Önök vannak értünk. Így kezeljük ezt a hétköznapokban, tévesen azt gondolom, tehát mindenképpen köszönettel és hálával tartozunk azért a szolgálatért, amit értünk az egészségünk érdekében folytatnak, akár a házi orvosok, akár a gyermekorvosok, fogorvosok, az asszisztencia és a védőnők. Mindjárt, akik itt vannak és elfogadták a meghívásunkat ezen ünnepi alkalomból. Az elmúlt időszak számos kihívást tartogatott számunkra, ezt mindnyájan jól tudjuk, és azt gondolom, hogy ilyen körben azért elég ritkán találkozunk, és érdemes szót ejteni róla, hiszen 2020 elején felütötte a fejét egy olyan világméretű járvány, ami azt gondolom, hogy mindnyájunk életében olyan kihívásokat támasztott az egyénnel és a közösséggel szemben, amelyre felkészülni sem lehet, illetve számítani se számíthattunk rá. Viszont azt gondolom, hogy akár ha
makroközösség szintjén, városi szinten nézem ezt a dolgot, akár hogyha feljebbről tekintünk erre a dologra országos szinten, akkor derekosan helyt állt Kiki a maga területén, és hát ebben természetesen oroszlán része volt az egészségügy dolgozóinak, amiért szintén hálával és köszönettel tartozunk nekik. Ezekben a nehéz időszakokban a városvezetés és az egészségügy szereplői között egy olyan aktív kapcsolat alakult ki, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy kellő időben és okszerűen tudjunk reagálni a kialakult helyzetre, és én azt tapasztaltam, hogy az a fajta csapatmunka, ami ehhez kellett, ez adott volt itt a településen, akár a oltakozásra gondolok, akár a különböző óvintézkedéseknek a bevezetésére, azoknak a fontosságának a hangsúlyozására, és a többi, és a többi. Ez mind olyan dolog volt, ami rendkívüli helyzetet teremtett, és rendkívüli magatartást várt el akár a város vezetősége részéről, akár az önök részéről is. De én azt gondolom, hogy válvetve küzdöttünk a világjárvány ellen, és hát azért ez egy 2 éves időszakot kitöltött az életünkből, hullámzó aktivitással természetesen, de azért azt gondolom, hogy mindenkinek ki kellett lépni a komfortzónájából, és olyan feladatokat kellett magára vállalnia a közösség érdekében, amit annak előtte nem feltétlenül. Hál' Istennek ennek már utána vagyunk, a világ az pedig folyton változik. Egy másik fontos változás az életünkben, az július 1-től lépett életbe. Jelesül a védőnői hálózat kikerült az önkormányzat égisze alól. Ez már tudott volt számunkra korábban is, egy fejezet lezárult, azt gondolom. A köszönet jeleként polgármesteri elismerő oklevél átadására került sor a városnap alkalmából, és hát itt is azért szeretnénk megköszönni a szolgálatot, illetve egyfajta búcsúzkodásként is értelmezhető ez, viszont azért azt látni kell mindenkinek, hogy a védőnőink itt maradnak. Attól függetlenül, hogy már nem az önkormányzat és a GAMES égisze alatt végzik a tevékenységüket, de a felnövekvő generációért ugyanúgy meg fogják tenni, biztos vagyok benne, azt, amit eddig is megtettek, és magas színvonalon tették meg, de amit szintén nagyon köszönünk nekik. És hát a jövőt illetően pedig mindenkinek azt tudom mondani, hogy a nyitottság a város vezetése részéről továbbra is megvan, természetesen. Bármilyen olyan konstruktív felvetés, ami a lakosok egészségügyi helyzetén javítani tud, az meghallgatásra talál a város vezetése által, és amennyiben tudunk, előmozdítjuk azoknak a felvetéseknek az ügyét, amit önök tesznek irányunkba. Jó példa erre egyébként a korábban futó pályázat, aminek hirtelen nem is jut eszembe a neve. Három generációval az egészségért, az is egy nagyon jó program volt. Azt gondolom, hogy a prevenció területén nagyon sokat tudott előrelépni a praxis közösség, illetőleg hát az eszközpark is tudott bővülni az egyes praxisokban. Ezeknek a gondolatoknak a mentén szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját és szolgálatát, illetve a jövőre vonatkozóan pedig további sok sikert és jó egészséget kívánok mindnyájuknak, mindnyájunknak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ahogy polgármester úr már említette, az elkövetkező percekben címzetes főorvosi díszoklevelek átadására kerül sor,
melyeket egy csokor világ kíséretében Horváth Zoltán polgármester úr és Simon Zoltán alpolgármester úr fog átadni. Arra kérném önöket, hogy neveik elhangzása után egyesével fáradjanak ki, és könnyítsük meg a média munkatársainak a dolgát azzal, hogy odaforduljon feléjük egy fotó erejéig. Elsőként kérem dr. Boros Judit Erzsébetet. Kérem Drimbáné dr. Kalapó Erzsébet doktornőt, hogy fáradjon ki. Megkérem Farkasné dr. Szabó Évát, hogy fáradjon ki. Kérem dr. Kis Otília Beátát, hogy fáradjon ki. Hívom dr. Vonhas Gertrúdot. Kérem dr. Bozsó Zoltánt, hogy fáradjon ki. Hívom dr. Főző Tibort. A díszoklevelek átadása után a hajdúdorogi egészségügyi dolgozók nevében tisztelettel felkérem Dibáné dr. Kalapó Erzsébet házi orvost, hogy mondja el köszöntőjét. Isten hozott minden kedves jelenlévőt. Igazán kedves és szép méltó alkalom ez a mai, de az első szó a köszönetéker, hogy legyen.
A kollégáim nevében és a magam nevében tisztelettel köszönöm azt az elismerést, amelyet az önkormányzat ezen a szép és méltó közös ünneplésen biztosított. Ugyan én dolgozom itt a legrövidebb ideje, de minden tisztelt és nagyra becsült kollégám gyakorlatilag az ifjú éveitől kezdve Hajdúdorogon végezte és végzi áldozatos szolgálatát. A hőskorban kezdték. Nehéz körülmények között, rossz utakon, rendkívül szerény felszereléssel. De most sem könnyű. Kitartunk, és ez egy kegyelmi állapot, de Hajdúdorogon minden házi orvosi praxis be van töltve. Az utóbbi évek forradalmi átalakulást hoztak az egészségügyi szolgálatoknál. Folyamatos képzési programok, a számítógépes dokumentáció elterjedése, az elektronikus felhő, amivel az utóbbi időben elég sokat bajlódunk, a műszeres vizsgálatok fejlődése teljesen új alapokra helyezte a betegellátást. Városunkban az alapellátás legutóbbi két fontos mérföldköve, a három generációs sikeres pályázati program és a szoros házi orvosi praxis közösség megalakulása. A praxis közösségekben minden házi orvos, gyermekorvos és fogorvos beletartozik. Ezek a tényezők segítették elő a rendelők kifogástalan eszközellátását és a szűrővizsgálatok egységes szerkezetbe foglalását. Persze mit sem érnek a feltételek, a humán erőforrás, a kiváló képzett empatikus asszisztencia és a technikai személyzet munkája nélkül. Ezt is köszönjük. A betegek együttműködését továbbra is meg kell nyernünk, és ez egy nehéz feladat. Ebben a közös felelősségünk és feladatunk az önkormányzattal. Kívánok mindenkinek jó egészséget, Isten éltesse Hajdúdorogot! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvénye alapján a helyi önkormányzat által ellátandó közfeladat az egészségügyi alapellátás, a törvényben meghatározott kivételekkel. A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a házi orvosi, a házi gyermekorvosi ellátásról, a fogászati alapellátásról, a védőnői és az iskola egészségügyi ellátásról. A 2023. július 1-től életbe lépő módosítás következtében azonban ezentúl az állam gondoskodik a védőnői ellátásról, természetesen szorosan együttműködve az önkormányzatokkal. Ennek biztosításáért a kormány által kijelölt szerv lesz a felelős, ami esetünkben a Debreceni Egyetem klinikai központja. Így mondhatjuk, hogy az orvosi rendelő fél szárnya ezen túl hozzájuk fog tartozni. Hajdúdorog város önkormányzata nevében hálásan köszönjük a védőnöknek a sok évtizedes együttműködést, a kitartó és önzetlen munkát. Természetesen számítunk munkájukra a továbbiakban is. Fogadjanak el Horváth Zoltán polgármestertől és Papné Halman Júliától Hajdúdorogi Város Önkormányzat képviselőtestület GAMESZ megbízott intézményvezető asszonyától egy szál virágot eddigi munkájuk elismeréseként és köszönetképpen az együttműködésért. Kérem, neveik elhangzása után közösen fáradjanak ki és fogadják a virágokat. Most felolvasom a neveket. Köszönjük tehát a munkájukat. Görög Miklósnénak, Pocsainé Fodor Máriának, Veres Mariannak, Bujdosó Ildikónak és Dobostan Juliannának. Kérem önöket, fáradjanak ki és fogadják a virágokat. Thank you.
Hajdúdorog városában az orvosok segítőiként munkájukat komoly szaktudással és elhivatottsággal végző asszisztensek is szolgálják mindannyiunk egészségét. Az ő munkájukat is szeretnénk megköszönni mai ünnepségünk alkalmával. Kérem az asszisztenseket, hogy álljanak fel, és fogadjanak el hálánk jeléül egy szál virágot, amelyet oda fognak majd vinni Horváth Zoltán polgármester úrtól, Simon Zoltán alpolgármestertől és dr. Nagy Nándor jegyzőtől. Köszöntjük még Jóna Angalit, a doktornőt is. Meglepetésszerűen. Nagy Csaba, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárának hegedűjátékát hallhatták, akit most felkérek, hogy játssz el a záró akkordokat. Thank you.
Még egyszer szeretnék megköszönni mindannyiuk áldozatos munkáját. További praktizálásukhoz erőt és kitartást kívánunk Önöknek. Köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétünkkel a mai délutánon, és kérem, mindannyian fáradjunk át a hátsó rendelőbe, ahol egy kis állófogadás várja Önöket. Köszönöm szépen megtisztelő jelenlétüket!